Hévíz kínai testvérvárosa Guilin Hightech Zone kerületének küldöttsége járt városunkban, hogy megerősítsék az eddigi kapcsolatot, illetve további szoros együttműködésről tárgyaljanak. Mindenről sajtótájékoztatón számoltak be a sajtó és az elektronikus média képviselőinek. Tavaly évben aláírtuk a testvérvárosi szerződést Guilin Hightech Zone nevezetű kerületével. A vezetője a kerületnek most tudott ellátogatni hozzánk, megnézte Hévíz városát, eddig csak személyesen még nem ismerte, mert a korábbi küldöttségben ő nem szerepelt, és hát ezeket a tapasztalatokat felhasználva tervezzük meg a jövőt, az együttműködés jövőjét, hogy miben tudunk együttműködni, illetve megtörtént annak a testvérvárosi szerződésnek a megerősítése, amit ott Kínában egy nagy fesztivál keretében írtunk alá, azt a mai napon tulajdonképpen megerősítettük. Egyre több kínai turista látogat el városunkba, ez köszönhető annak, hogy a két ország közötti együttműködés is szorosabbá válik. A korábbi években egy pár száz kínai vendégészaka realizálódott Hévíz városában, ez a tavalyi évben már több ezres számként realizálódott, ami azt gondolom, hogy számunkra fontos. Akkor, amikor meghatároztuk azt, hogy új piacokat nyitunk meg a város és Magyarország számára is, Kína területén kicsit lassabban haladtunk, de azt gondolom, hogy százalékos arányban óriási eredményeket értünk el, hiszen Hévíz, éppen ma egyik szállodaigazgatóval egyeztetve, Hévíz bekerült abba a körforgásba, a kínai utazási szokásokat figyelembe véve, akik tulajdonképpen egy-egy napot töltenek el különböző helyeken, de egyértelmű, hogy Budapest mellett Hévízzal mit meglátogatnak, és ez mellé még olyan fővárosok kerültek be, mint Párizs vagy Bécs, Budapest és Hévíz, ami azt gondolom, hogy számunkra egy nagyon fontos előrelépés, és hát azért azt is tudni kell, hogy Guilin városa Kínában egy tényleg turisztikailag nagyon látogatott hely, több mint 20 millió turistát fogad egy évben, természeti adottságaira alapozza a turisztikai látványosságait, és az, hogy Hévíz városáról egy reklámot, egy jó képet tudnak megmutatni az odalátogató, az ő hozzájuk ellátogató több mint 20 millió turistának, azt gondolom, hogy ennél jobb reklám Magyarország és Hévíz városának kell. A guilini vendégek ez alkalom egy villámlátogatást tettek a fürdővárosban. A rövid idő ellenére Hévíz vezetésével egyeztették a kapcsolat megerősítésének további lépéseit, illetve megpróbáltak minél többet megismerni Hévízből. A Hightech Zone kerület vezetője elmondta, hogy a küldöttség azért látogatott el Hévízre, hogy megerősítsék az egymás közötti kapcsolatokat a turisztika és a kultúra területén. Remélik, hogy ezáltal a két város gazdasága tovább tud fejlődni, és még szorosabb testvéri kapcsolat jön létre. Hévízre érkezésekkor rögtön látták, hogy a város természeti erőforrásokkal rendelkezik, és az európai kultúra is erősen érződik. A tapasztalatok alapján Guilin méltó arra, hogy Hévíz testvérvárosa legyen. Az aláírási ceremónián a két város közötti egyességet erősítették meg, majd tovább viszik Hévíz jó hírét saját hazájukba, és az ottani turisztikai hivatal segítségével reklámozzák a fürdővárost. Bízik abban, hogy egyre több kínai turista látogat el Hévízre, és egyre több magyar vendég Guilinbe. Hévízen is megismerhetik hamarosan Kínát az érdeklődők, a már hagyományos tematikus hétvégek egyikén mutatják be több szemszögből az országot. Hévíz városában most már több mint egy éve egy bevett szokás az, hogy tematikus hétvégéket rendezünk a művelődési intézményünk, ahol egy-egy országnak a kultúráját, ebbe zeneitől elkezdve a gasztronómiai kultúráján, szokásain keresztül mindent ezen a hétvégén bemutatunk, és egy kínai hétvégét is természetesen tervezünk, amikor Kínát és elsőben Guilint szeretnénk bemutatni ezen a péntek-szombat-vasárnapi napon, ahol kultúra, gasztronómia, zene, kiállítás, fotókiállítás, minden elképzelhető, és természetesen kínai vendégeket is szeretnénk erre az alkalomra hívni, ami által a helyi polgárok is, illetve az ide látogató kül- és belföldi vendégek is megismerhetik Kínát, és azon belül Guilint is.